az időjárás viszontagságaira tekintettel egy kicsit fölfordult a programunk, de igyekeztünk a tervezett minden elemét megtartani, és így most itt köszönhetjük majd a Herbert Ringen téren, tehát eredetileg oda tervezett kis gyerekprodukciót, illetve a férfi kórust is. Elsőként tehát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségünkön, akkor fogadják szeretettel a Faluház népének műhelyének tagjait és a Biatorbágyi Általános Iskola diákjait. Elsőként Kossuth Lajos táborában kezdető népdalt énekli Fekete Péter, majd Koleszár Boróka az Esik eső karikára, utána pedig egy vers hangzik el, Vörös Marti Mihály Szabad sajtó, amit Fekete Bori ad elő. Fogadják szeretettel! Kossuth Lajos táborába két szál major állna, egy szép barna, de magyar huszár sejlovát karéjozza. Ne karéjozz, magyar huszár, mert lesen róla, nincsen itt a te édesanyád, sej, aki megsíratna. Ne sírasson engem senki, jól vagyok tanítva, sem léptébe, de sem vágtába, sejle nem esek róla, mert a huszár a nyerekbe bele van teremtve, mint a rozmaring a jó földbe, sejbe legy a keresztbe. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. Kossuth Lajos zöld kalapja, zöld pádlika lobog rajta, az is azért lobog rajta, magyar hazát vigasztalja. Kossuth Lajos aranybárány, aranybetű van a vállán, aki azt is elolvassa, az lehet a Kossuth fia. Kossuth Lajos udvarába eltörött a lovam lába, gyere pajtás gyógyítsuk meg, itt a muszka ugrasszuk meg. Gyere pajtás gyógyítsuk meg, itt a labanc ugrasszuk meg. Kelj fel rabágyat kőpárnáiról, beteg, megzsibbadt gondolat. Kiálts fel érzés, menj a gél, elfojtott vérző szív alatt. Ó, jöjjetek ki láncra vert rabok, lássátok a boldog megdicsült napot. Saronra, mely soká tűrt veletek, dicsőséget, vigaszt és áldást hozzatok. A gyerekek szereplése után fogadják szeretettel a férfi kórus összeállítását. Vezényel Feleki László. Kossuth Lajos táborában két szál major állna, egy szép barna, de magyar huszár sejlovát karéjozza. Ne karéjozz, magyar huszár, mert esel róla, nincsen itt a te édesanyád, sej, aki megsíratna.
csillagsugára. La 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 la. Rásütött a hajnal csillagsugára, de szeretnék hajnal csillag lenni. Magám a brakába beragyogni, beragyogni kell az ágyhozzáj, hajnal, hajnal csókot kérni tőle utoljára. Beragyogni kell az ágyhozzáj, hajnal, hajnal csókot kérni tőle utoljára. Indító dalcsokrok, és akkor szeretettel várjuk kedves vendégeinket pár perc múlva 19 órakor a nagy terembe az ünnepi műsor folytatására.
Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepi műsorunkon. Elsőként Petőfi Sándor Nemzeti Dal című költeményét hallották a Biatorbágyi Általános Iskola tanulóinak előadásában. Felkészítő tanáruk Ihász Katalin volt. Miután mobiltelefonjaikat kikapcsolták, tájékoztatom Önöket, hogy Kaleszár Kázmér Biatorbágy város képviselőtestületének tagja, aki köszöntette volna még a jelenlevőket, az időjárás okozta közlekedési akadály véget nem ért ide. Így most felkérem az 1848-49-es forradalom és szabadságharc avatott kutatóját, Hermann Róbert történészt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főtanácsosát, tudományos helyettesét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Szépen jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Mindjárt szeretném Önöket megnyugtatni, hogy 1848-49-ben sem volt sokkal jobb az idő. 48. március 15-én sűrű, apró szemű eső esett Pesten, és ennek ellenére a népek azért csak elmentek a Nemzeti Múzeumi Nagygyűlésre. Onnan tudjuk, hogy sűrű és apró szemű volt, mert fennmaradt a 12 pontnak egy olyan példánya, amelyiken az eredeti esőcseppek is rajta vannak, és ebből még a méretüket is lehet pontosan tudni. De a következő évben, 1849-ben ugyanilyen pocsék idő volt, mint manapság, esett a hó, fújt a szél, tehát úgy látszik, hogy a történelem időnként ismétli önmagát, még ezeken a jeles napokon is. Én arra gondoltam, hogy most nem arról beszélnék önöknek, hogy mi történt 1848 március 15-én, mert ez nyilván az elkövetkező napokban úgyis a könyökükön fog kijönni, hogy hogyan indultak el a fiatalok 10-20-an a Pilvax kávéházból, amit akkor Filingernek hívtak, hogyan csatlakoztatták magukhoz az egyetemistákat, hogyan foglalták el a 60-i utcában a nyomdát, hogyan mondta nekik azt a nyomdatulajdonos, hogy foglalják le a sajtót, ugye, mert tanácstalanok voltak, amikor szembesültek azzal, hogy cenzori engedélyt kért tőlük a 12 pont, illetve a Nemzeti Dal kinyomtatásához, majd pedig hogyan mentek haza ebédelni, mert üres gyomorral még forradalmat sem lehet csinálni, hogy délután aztán a Nemzeti Múzeumnál jöjjenek össze, ahol Petőfi Sándor egyébként soha nem szavolt el a Nemzeti Dalt, még hogyha emléktábla is van róla, de hát tudjuk, hogy rengeteg nem létező történelmi eseménynek, sőt nem létező történelmi személyeknek is időnként állítanak emléktáblákat, például Guszev kapitánynak, ami hát ugye csak 1990 után tűnt el. Majd pedig csatlakoztatták a Pesti Városházát, amit manapság már sajnos nem lehet megnézni, mert ugyanúgy lebontották annak idején az Erzsébet híd építése miatt, mint ahogy a Nemzeti Színházatól az esti díszelőadás volt, az pedig a metró építésnek esett áldozatul. Hál' Istennek a Nemzeti Múzeum az még megvan, és remélhetőleg ezt már nem fogják lebontani, mert akkor már semmi nem marad a 19. század klasszicista budapesti örökségéből. Tehát én erről mindről nem fogok Önöknek beszélni, hanem arra gondoltam, hogy nézzük meg azt, hogy egy évvel később, tehát 1849 március 15-én, amikor ugyanilyen ronda idő volt, mint említettem, mi is történt az országban. Ez volt hosszú időn keresztül az egyetlen olyan évforduló, amit ha nem is az ország egésze, de legalább az országnak az a része, amelyik a magyar csapatok ellenőrzése alatt volt, a magyar kormány fennhatósága alatt volt, minden további nélkül megülhetett. Ugye először is kezdjük a márciusi ifjakkal, a nagynapnak a hőseivel. Azt gondolná az ember ugye a 20. századi, meg 21. századi logikája alapján, hogy mindegyikükből miniszteri tisztviselő, meg országgyűlési képviselő lett, vagy lehetőleg egyszerre mind a kettő, mert hát ugye az álláshalmozás az a magyar embernek a vérében van, de nem így volt. Nem így volt, ugye Petőfi Sándor például ezen a napon nem ünnepelteti magát, nem is ünneplik, mert hogy egész nap úton van. Kora reggel, március 15-én kora reggel indul el Kolozsvárról, futárpóstával Debrecenbe, Csányi László, teljhatalmú országos biztos, aki egyébként szintén jelen volt 48. március 15-én Pesten, ő küldi mindenféle teljesen érdektelen ügyekkel Debrecenbe, és szegény Petőfinek nincs szerencséje, mert hogyha néhány órát vált volna, akkor megérkezik Kolozsvárra az a hír, hogy szeretett emapója március 11-én elfoglalta Nagy Szebent, az erdélyi katonai ellenforradalomnak a Szilárd bázisát, kiszorította onnan a császári, illetve az orosz csapatokat, és gyakorlatilag ezzel megfordította az erdélyi hadjáratnak a menetét. De Petőfi korán reggel elindult, és így aztán nem ő volt az, aki ezt a hírt kézbesítette. Március 15-én este ér Nagyszalontára, majd pedig 16-án Debrecenbe, amikor ott már véget érnek a március 15-i ünnepségek, már megették a ott sütött ökröknek az utolsó combját, és az utolsó csontocskát is már leszopogatták a népek, már semmi nem maradt belőle. Tehát Petőfi Sándor így ünnepel, vagy így nem ünnepel.
Vasvári Pál ebben az időszakban, mint szabadságolt pénzügyminisztériumi titkár, egy szabadcsapatot szervez Bihar megyében, Rákócziról nevezi el a szabadcsapatot. Ugyan ő neki Zrínyi Miklós volt a kedvenc hőse, de Zrínyiről már 48 szeptemberében elneveztek egy szabadcsapatot, és ugye ez nem olyan, mint a futball, hogy Zrínyi 1 és Zrínyi 2, maradt neki Rákóczi. És elég komoly gondjai vannak, ugyanis még 49. januárjában, amikor elkezdték a szabadcsapat szervezését, összeállt egy 60 Imre nevezetű ügyvéddel, korábban a reformkor utolsó éveiben Temes megyében a konzervatív párt vezérszónokával és emellett váltóhamisítóval. Na most 60 Imre ugyan politikai identitást váltott, mert ekkora már vörös republikánus, ugye nagy rózsaszín flamingó tollat hold a kalapja mellett, hogy legalább látszom belőle valami, mert amúgy nagyon apró termetű emberke. De a váltóhamisítás, pontosabban a hamisítás iránti hajlama az megmarad, mert miután összeáll a Vasvárival, rendszeresen a Vasvári aláírását hamisítja oda a különböző átvételi elismervényekre, és ilyen módon a saját szabadcsapatát viszonylag hamar felszereli, Vasvári viszont mindig arra jut, hogy hát azok a raktárak, amelyekből neki kéne a megfelelő ruházatot, fegyverzetet és egyebet átvennie, azok üresek, mert hogy 60 óra már elvitte. És Vasvári, aki egy ilyen nagyon erkölcsös férfiú volt, hosszú időn keresztül gondolkodik, hogy most már följelentse-e vagy sem, és valamikor 49. március végén jut el odáig, hogy azért ezt már jelenteni kell, mert még a végén az ő frakját fogják elkapni, amiatt, hogy miért nem halad ennek a szabadcsapatnak a szervezése. Irinyi József, aki arról nevezetes, hogy ő az, aki megfogalmazza a 12 pontot, ő nincs az országban, nem azért, mert elmenekült, Párizsban van, nem kéjutazáson, hanem az ott lévő félhivatalos magyar diplomáciai testületnek, amelynek Teleki László gróf 48-ban még az ellenzéki körnek az elnöke, a vezetője ezen a párizsi diplomáciai képviseleten, amelyet persze hivatalosan a franciák nem ismernek el, de azért eltűrik, hogy működjön, ezen ő az egyik titkár, és éppen március közepén kapják az első biztató híreket Magyarországról, tudniillik, hogy nem omlott össze a katonai ellenállás, hogy a császáriak megálltak a Tisza vonalán, nem tudták átlépni a Maros vonalát sem, és van arra remény, hogy a küzdelmet a siker reményében lehet folytatni a továbbiakban is. Degré Alajos, akinek annyi színes leírást és teljesen pontatlan leírást köszönhetünk 1848-49 eseményeiről, gyakorlatilag mindenre rosszul emlékezett, de mindenről volt egy nagyon jó története. Ő szintén beáll honvédtisztnek, ő ekkor már a 16. Károlyi István által szervezett huszárezrednek a századosa. Ugye a jobbágyfelszabadítás következtében a földesuraknak járt volna úgynevezett urbéri kármentesítés vagy kárpótlás az elvesztett jobbágyi szolgáltatásokért, amiből persze egy fillért nem kaptak. A törvény a nemzeti közbecsület vétpajzsa alá helyezte a kármentesítést, ami hát kevésbé szépen megfogalmazva azt jelentett, hogy majd fizetünk, ha lesz pénzünk, és hát az államnak akkor sem nagyon volt pénze, és ez a későbbiekben sem sokat változott persze Magyarországon, és Károlyi uram 48. novemberében felajánlotta, hogy ő a kármentesítési összegnek a terhére felállít egy egész huszárezredet. Ami azt jelentette, hogy mondjuk a felruházásba azért beszállt, tehát a díszegyenruhák megcsináltatásával Károlyi grófoknak akkor ilyen volt mit aprítani a tejbe, de alapvetően az állam kifizette előre azt az összeget, amit neki úgyis ki kellett volna valamikor fizetni, és ebből jött létre ez a huszárezred, amelynek Degré Alajos is az egyik kackiás tagja volt. Egyelőre még csak a szervezés időszakában vannak, az első századokat ekkortájt indítják az erdélyi hadszíntére, maga Degré Alajos pedig majd csak 49. júniusában fog a hadszíntére kerülni, hogy aztán mindjárt meg is sebesüljön a turai ütközetben. A nagynapnak a szereplői között ott van például egy Hamari Dániel nevezetű úriember, aki szintén megírta a maga nem egészen pontos visszaemlékezéseit. Ő ekkor már tüzér Komárom várában, ugye az ellenség által körülvett komáromi várban, és a szintén jelenlévő Korányi Frigyes 48-ban még orvostanhallgató, pedig ekkor tájt a 48. szabolcsi honvédzászlóajnak a tábori orvosa, tehát ő is megtalálta a maga helyét a szabadságharcban. Zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy ugye mindig szidni szoktuk a magyar egészségügyi rendszert. 1848-49-ben, ha valami kiválóan működött, akkor az éppen például a katonai egészségügynek a rendszere volt. Ha valaki nem kapott haslövést a katonák között, vagy nem ivott annyi pálinkát, hogy kigyulladt benne, akkor még ha meg is sebesült egy ütközetben vagy csatában, viszonylag jó esélye volt arra, hogy fölépüljön, és ez ezeknek az orvosoknak volt köszönhető, többek között olyanoknak, mint Korányi Frigyes. Ugye, hogyha megnézik manapság az orvosokról elnevezett különböző közintézményeket, csupa 48-assal találkozunk, Markusovszky Lajos, Balassa János, ezek mind-mind ott szolgáltak a honvédseregben is.
És hát akkor nézzük ugye a többi résztvevőket. Kossuth Lajos nincs Debrecenben, hanem a cibakházi magyar táborban van, mert éppen ebben az időszakban indul egy magyar ellentámadási kísérlet a cibakházi hídon át, Nagykőrös irányába, a Dunatisza közén, ugye ott átvisznek vagy 30 ezer embert ezen a meglehetősen rozog állapotban lévő mocsaras területen átvezető hídon, és hát ugye Kossuth március 15-én, mint rendes férj, levelet ír feleségének, a nem nagyon szép Meszlényi Teréziának, aki egymás között csak Mucinak szólította őt, hogy ezt is lehet róla tudni. Kossuth egy kicsit papucs férj volt egyébként, azt hozzá kell, hogy tegyük, de ettől még az ország jó kezekben volt az ő kezében. És ugye megírja a feleségének, hogy hát ti most Debrecenben ünneplitek március 15-ét, nem értem persze, hogy mit kell azon ünnepelni, mert azon a napon egy kis pesti lármán kívül semmi egyéb nem történt. Amiből csak az következik, hogy Kossuthnak nem nagyon volt érzéke ugye a mások dicsősége iránt, de hát ezzel azt hiszem, hogy nem volt egyedül a magyar politikusi gárdában sem, akkor sem pedig a későbbieket tekintve. Neki, hogyha valami fontos volt március 15-ében, akkor az nem a 48 márciusi pesti események, hanem a 48 márciusi pozsonyi, illetve bécsi események, hiszen 48 március 15-ének a másik két helyszínén is fontos dolgok történtek. Akkor indult el az országgyűlés küldöttsége Bécsbe a Kossuth-féle felirati javaslatnak a törvényekbe öntése érdekében, illetve aznap meg is érkeztek, mert hogy gőzhajóval mentek, és a folyásirány ellenére még aznap megérkezett a gőzhajó Bécsbe. Maga az ellentámadás egyébként 49 márciusában éppen a már említett rossz idő miatt sem jön össze többek között. A másik ok az pedig az, hogy 49. február 26-27-én volt egy csata Kápolna, Kálkompolt és egyéb K-betűs községek környékén, amelyet a magyar csapatok ugyan elveszítettek, de utána viszont az ellenséges fővezér Windisgrécz herceg veszítette el a fejét is, meg a fonalat is. Nem tudta már visszaszerezni a hadászati kezdeményezést, és miután nem tudta, hogy a magyarok éppen honnan fognak támadni, ezért a lehető legegyszerűbb megoldást választotta, a Duna-Tisza közén fel alá meneteltette a csapatait, hogy majd csak valahol rábukkannak a magyarokra. És amikor megindul ez a bizonyos magyar támadás Cibakházánál, éppen odaérnek a Nagykőrös alatti Kocséri erdőhöz, amikor megjelenik Egressy Sámuel, Pest megye tiszti főügyésze, és közli, hogy Nagykőrösen 35 ezer császári katona van, de lehet, hogy többen vannak. És miután erősen fúj a szél, esik az eső, meg a hó is, meg időnként még a köd is leszáll, hát a hadseregnek a vezetői nem merik megkockáztatni az ütközetet, a saját csapatoknak a létszám az egy olyan 25 ezer fő, és hogyha elveszítik, akkor a Cibakházi hídon keresztül alig ha tudnak visszavonulni, és azért aztán visszajönnek a Tiszának az innenső oldalára. Az ellenséges felderítésnek a minőséget egyébként jelzi az, hogy észre sem veszik, hogy a magyarok 25 ezeren átjöttek a Tiszán. Néhány nap múlva néhány tiszántúli marha kereskedő hajtját a gulyáit, és közlik, hogy a magyarok ide át voltak ugyan, de már visszamentek, már nem kell tőlük félni, és akkor a császáriak is elengedhetik az áruizmaikat, ugye nem kell tartani egyelőre a magyar támadástól. Van azonban egy olyan magyar hadvezér, aki nincs ott ebben a társaságban, ez Görgei Artúr, az ő seregét északnak irányították, hogy Tokajnál átkelve Miskolc felé előre törve vonja magára a császári főerők figyelmét, ekkoriban még éppen Tokajban van, és éppen néhány olyan tisztnek a fegyelmi ügyeiben intézkedik, akik 49. januárjában elhagyták a honvédsereget, és hát most, hogy kezdenek jobban alakulni a dolgok, visszatértek és kérik vissza a tiszti rangjukat, de Görgei nem engedi meg, hogy újra csatlakozzon. Ha a többi hadszínteret nézzük, Bemapó éppen űzi a muszkákat meg az osztrákokat, akiket aztán március végére sikerül is kipaterolni az országból. Ugye az a március 11-i nagyszebeni győzelem volt az erdélyi hadjáratnak, és ha úgy tetszik, az egész magyar szabadságharcnak az egyik legfontosabb fordulópontja. Ettől kezdve a császáriak gyakorlatilag minden fronton, minden hadszíntéren védekezésbe szorultak. Ugyanekkor következik egy fordulat a délvidéken, a bácskai magyar csapatoknak a parancsnokságát Szegeden egy sasorú, elkötelezett tekintetű, hosszúhajú és hát időnként, hogy is mondjam, az önimádatra is hajlamos Perce Móric tábornok veszi át, aki aztán egy héten belül felszámolja a Szeged környékén lévő szerb sáncokat, majd pedig a hónap végére felszabadítja a Duna-Gibraltárját, Péterváradot, ami magyar kézen van ugye Újvidékkel szemben. Az országban ugye azokon a helyeken ünnepelnek, amelyek magyar kézen vannak, ahogy ezt elmondtam, Kolozsváron is van ünnepség, Debrecenben is van ünnepség, ott kivonul a 16. Cánini gyalogezrednek az olasz zenekara, és hát ugye egymás után játsszák a harcias dalokat és a népnek kedves különböző tánzenéket, a nagy erdőben ökörsütés van, és nagy népünnepi és egyebek, ünnepi istentisztelet a református templomban, Könyves Tóth Mihály könnyekig megható szónoklatot mond.
Ugyanilyen ünnepség van Kolozsváron, de ünnepséget tartanak például a Pétervárady várban is. Március 14-én átírnak a várral szemben, illetve a várat körülvevő császári királyi hadsereg parancsnokának, Laval Nüzsan táborszernagynak, hogy hát holnap lőni fogunk, de vaktöltéssel, és ezen kívül tábori zene is lesz. De ez nem azt jelzi, hogy kitörünk a várból, tehát hogy nem kell támadástól tartani, csak nemzeti ünnep van, és hát kérik, hogy a másik fél is ezt valamilyen módon akceptálja. És valóban március 15-én a császáriak sem támadnak Pétervárodnál. Komáromnál már nem annyira jó a helyzet, ugye Komárom erődje az egyik legfontosabb erődítmény, hanem a legfontosabb Magyarországon. 48. decemberre óta veszik körbe a császári királyi csapatok, és március elejétől kezdve folyamatosan lövik is az erődöt, illetve lövik magát a várost, amely eleve nincs nagyon jó állapotban, mert 48. szeptemberében egyszer már leégett, és mire ugye fölépítették, addigra jöttek a császáriak, és hát újra lerombolták. Úgy aztán a lakosságnak egy jelentős része nem is a városban van, hanem a város melletti cigánymezőn egy ilyen sátortáborban ütik fel a tanyájukat, és hát ugye ott élik a maguk életét, de március 15-én Komáromban is ünnepséget, táncmulatságot tartanak, és miközben a császári tüzérség ugye folyamatosan lövi az erődöt és a várost, azt kiabálják az ostromolóknak, hogy lőni lőhetsz német, de be nem jöhetsz. És hát ez aztán valóban így is marad, ugye a komáromi vár oldalán található kőszűz, amelyik fityiszt mutat az ellenségnek, az 49. októberéig fogja mutatni ezt a fityiszt, amíg a várőrség feltételek fejében át nem engedi az erőd tulajdonát a császári királyi csapatoknak. Érdekes azonban az, hogy nem csak Magyarországon ünneplik március 15-ét, hanem a birodalom többi részén is. Tehát Ausztriában is, Galíciától kezdve ugye Csehországon, Morvaországon át egészen az örökös tartományokig. Ennek az a magyarázata, hogy 1848-ban március 15-én adta ki első Ferdinánd osztrák császár az osztrák alkotmányt. 49. márciusában viszont első Ferenc József az új császár ad ki egy alkotmányt, igaz, hogy ez egy oktrojált alkotmány, tehát a nép és a parlament megkérdezése nélkül született, de úgy gondolják, hogy jót tenne az elfogadottságnak, meg a hangulatnak, hogyha az előző évi alkotmánynak az emléknapján ünnepelnék meg ennek a megadását is, és ezért ugye körlevelet írnak a császári hatóságok az összes kormányszervhez a birodalom egész területén, hogy akkor március 15-én minden felekezet tartson ünnepi Isten tiszteletet, misét, mindenütt olvassák fel az előre kiadott beszédet, mert ugye az abszolutizmusnál meg szokták szabni azt is, hogy mit mondjon a papa templomban, és így tovább, és így tovább. Ezt megírják Windisgrécz hercegnek is, a magyarországi császári királyi csapatok főparancsnokának, aki kétségbe esetten ír vissza, hogy lehet, hogy Krakkóban, lehet, hogy Lembergben, lehet, hogy Prágában, lehet, hogy Bécsben, vagy Grázban, vagy ezeken a helyeken március 15-én lehet ünnepet tartani, Magyarországon azonban nem lehet ünnepet tartani, mert Magyarországon március 15-e az valami egészen mást jelent. Az, hogy mit jelent március 15-e, azt talán önök előtt sem titok, és amíg magyar ember lesz ezen a földön, és magyar emberek fognak emlékezni erre a napra, addig azt hiszem, hogy soha nem fogjuk elfelejteni ezt a napot. Köszönöm szépen a figyelmüket! Műsorunk következő részében fogadjuk szeretettel a Biatorbágyi Általános Iskola jelenlegi és volt diákjainak verses, zenés összeállítását. Az Üdvözlégy születésed napján Magyar Szabadság című előadást szerkesztette és betanította Willinger Ágnes tanárnő. Közreműködik Kálló Eszter csellóművész. Ez a haza, melynek dicsőségéért meghalni, oly régi szép gondolata val a lelkemnek, s melynek 300 évi sebeit szívem alatt, ezerszer érzem megújulni, mert e hazáért szenvedett Hunyadi háládatlanságot és üldözést, e hazáért patakzott a Zrínyiek vére, e hazáért választott Rákóczi önként száműzetést. S te mit fogsz tenni, midőn álmok helyett való pálya nyílik előtted? Fogsz-e tűrni rettenést? Fogsz-e szél és hab ellen küzdeni? Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. S mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden született tavasznak. Ó, akkor, egykor ifjú jókai és lángoló Petőfi zengett, kokárda lengett zászló lobogott. A költő kérdett, s felelt a nemzet. Tűnt március nagy napja szép tavasz, mely fölrásztad a szunnyadó erőket. Ó, nagy nap! Szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, virágot.
1848, te csillag, te népek hajnal csillaga. Megvirrad, fölébred a föld, fut a hajnaltól a sötét éjszaka. Piros arccal jött a hajnal, piros arca vad sugára, komor fényt vet a világra. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, aki imádkoztam és küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn még nélkülöztünk téged. Ó szabadságunk, édes, kedves újszülött, légy hosszú életű a földön, s élj addig, míg csak él egy magyar. Olyanok voltak ők is, mint mi, ha a sárga folyók tetején perdülő habról eszünkbe jut a szabadság. Petőfi kis bajuszkáján az eső permeterezgett, irinyi hadarva beszélt, vasvári törrel hadonászott. Csak Jókai szemében ült nyugalom, és gyermetegék volt. A lehetetlenben megnyugodni lehető-e? Csupán az őrület változatai közt válogathat a szív. Így sarjadnak a századok gyopárvirágú hegycsúcsai vérből, és a téboly halvány kék lángjaiból, Kossuth szavaiból, Széchenyi tetteiből. Talpra magyar, így csustorog. Talpra magyar, így forr a vér. Emelkednek a pitypangos sárba taposott rétek, fiatalok az utakon, a jegenyék zsengezöld mámorában, sejembodorító vígkedvétől csattog az égbolt, és szaladvást ered a hír együtt a rigókkal, harangokkal, s a föld esőszavával. Első színe, akár a rabítélet hirdetéskor. A második, mint katonák, kik eltévedve most, nagy és puha csomókban hullanak alá. S a harmadik színe te vagy, gyönyörűséges háromszínű lobogóm. Ma szikra tűz csak egy külön szívében, holnapra már nagy testvérérzelem, mely ma viharban is lobogva, égve uralkodik büszkén százezreken. Ma szikla, holnap láng, majd tűzerdő, mely bíborával az égig lobog. Hiába tiprad el, mindig növekvő, s ha szunnyad is, nem oltják el korok. A fáradott ük, haldokolva még, nagy szerelme égő fáklyáját átadja, s minden az utódra száll át. Meggyújtja ő, s a tűzás szerte árad, átadja gyermekének, ez fiának, aztán tovább, s tovább. Ég a fáklyád, szent hazafiság. Thank you.
Csendesen, de erősen érezzük, hogy tartozunk valahová. Egy fizikai és szellemi tájhoz, mely elidegeníthetetlenül a miénk. Néhány mező vagy domboldal, egy-egy kép, szobor és regény, néhány vörösmarty vagy adistrófa, amit sose lehet elvenni tőlünk, amitől nem tudunk, de nem is akarunk megszabadulni. És amit egyszerűen csak így szoktak jelölni, haza. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm. Kínok közt, gondjaimtól részegen, örök zöld földem és egészegem. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség, rangomra törvén, sem haditörvény. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet. Nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó. Simábban száll lég felé, mint bármely madár. Sóhajtottam, s óriássá nyílt a láthatár. Repülök, és mosolyom a földre elvetem. Magasság, e szép iramot jobban kedvelem. Megyek haza, szabadságom csak egy néhány nap. Aztán újra délre szállok, mint a madarak. Aztán újra visszajövök, s itthon maradok. Ez a föld az én éltetőm. Én itt maradok. Nincs erő, mely irányomat eltérítené. Szívem, mint a csillagmotor húz, hazafelé. Oly hazáról álmodtam én hajdan, mely nem ismer se kardot, se vámot, s mint maga a lélek, oszthatatlan. Álmodj lelkem, álmodjad hazámat, mely nem szorul fegyverre, se vértre, mert nem holtrög, hanem élő lélek. Galambálom. S rókák rágtak érte. Odúféltő, kapcsi szenvedélyek. Lelkem madár, tágegek lakója, noha mindig visszajár fészkére. Azt a hazát, amelyről a szózat zeng, el nem veheti senki. Ha egyszer hazánk volt, örökre az marad. Ez a haza egységes és oszthatatlan. Őseink emléke, szabadságunk megszokása, kultúránk hagyománya, nagy költőink szava mind benne van, és vele értetődik. Hallottad a szót? Rendületlenül, midőn felzengi milliárd ajak, s millió szív egy dalon hevül, egy lángviharban összecsapzanak. Ó, értsd is a szót, és könnyelmű szájon merő szokássá szent imád ne váljon. Szeretnie hont gyakran oly nehéz. Ha bűnbélyek sötétül homlokán, gyarló erényünk öntagadni kész, mint Péter a rettentő éjszakán. Ó, értsd meg a szót, fényben vagy homályon, de kis hitűvé szent imád ne váljon. Hallottad a szót, rendületlenül. Ábránt, hiúság, múlókegy, javak, len sikamlós tér, nyomás felül, vész, gyalázat el ne rántsanak. Ó, értsd meg a szót, árban és apájon, szírt habok közt. Hűséged megálljon.
Végül, ünnepségünk zárásaként kérem, énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt.